Gábor Áron Rézágyúja Nyíregyházán. A Kállai gyűjtemény egyik legsikeresebb tárlatát közel 3000-en látták. A Lészen ágyú című kiállítás Sepsiszentgyörgyről érkezett a Szabolcsi megyeszékhelyre. Az évelei nagy durranást pedig további sikeres kiállítások követték 2022-ben. Tényleg nagyon nehéz év volt, de nekünk ez az év, hál' Istennek a kis csapattal együtt, egy nagyon sikeres év volt, hisz mint látogatói létszámban, mint bevételben nagyon szépen produkáltunk. Remek programokat is tudtunk megvalósítani, ilyen volt a Gábor Áron Rézágyú a kiállítás, vagy éppen a Múzeumok éjszakájára a robotika, vagy a Szepesi Béla grafikus művész kiállítása. De ilyen most a Fegyvert Svitéz című időszaki kiállításunk, amire közel 3000 látogató volt kíváncsi, sőt még december hónap végén még 150-200 ember jelentkezett be. Mellette Családbarát Múzeum lettünk, megkaptuk ezt a címet, és bekerültünk a város és a megyei értéktárba is. Úgyhogy én azt mondom, hogy a kis csapattal megköszönöm, de egy tényleg sikeres évet zártak el, és szeretnénk ezt, mivel jövőre 30 évesek vagyunk, szeretnénk ezt überelni, és nem titok, szeretnénk megpályázni az év múzeuma címét is jövőre. Az év múzeuma kitüntetés 2022-ben külön díjat hozott a gyűjteménynek. Az intézmény ezzel beírta magát az ország legjobb kis múzeumai közé. A Kállai gyűjtemény története a rendszerváltás előtt indult. Kállai Miklós egykori miniszterelnök elsőszülött fia, Kállai Kristóf kezdeményezésére. Néhány évvel később, 1993-ban a Nyírvíz palotában kapott helyet a hagyaték, igazi otthonába 2020-ban költözhetett az örökség. A gyűjtemény alapítója és munkatársai tiszteletére 2021-ben avattak emléktáblát a Kállai ház falán, melyet minden év decemberében megkoszorúznak. 2 évvel ezelőtt született meg ennek az ötletnek az emléktáblának, a polgármester úrral gondolkoztunk ezen, hiszen 3 olyan név került erre az a táblára fel. Az egyik a dr. Kállai Kristóf a gyűjtemény alapító, a másik a dr. Lakatos Zsolt, aki a gyűjtemény első igazgatója volt, illetve Magyar László Ildikó, aki a gyűjtemény megalakulása óta kezdve egy alapító munkatársa volt, sajnos ő fiatalon hagyott itt raguk és körülmények között bennünket. Mi fontosnak tartottuk, ennek a 3 személynek emléktáblát állítsunk, ebben nagy szerepet kapott Pénzes Tibor úr, a temetkezés átigazgatója, hiszen ő és az ő csapata támogatásával valósult meg ez az emléktábla, és mivel december 7-én született dr. Kállai Kristóf a gyűjtemény alapító, ezért ezen a napon minden évben megkoszorozzuk ezt az emléktáblát. A Kállai gyűjtemény december végén bezárja kapuit, a január 8-ai nyitást követően pedig január 20-ától képzőművészeti tárlattal várják majd a kultúra kedvelőket.